igazgatót, gazdasági igazgatót és főasszisztenst neveztek ki a Gyergyószentmiklósi Kórháznál. Nem jók a kilátások a Gyergyószentmiklósi Hővíz és Csatorna Szolgáltató közmű adósságainak törlesztését illetően. Körvonalazódik az idei Szentmiklós Napok programja, lesz többek között számos program a gyermekeknek, főzőverseny, tisztanácsülés és templombúcsú is. Köszöntöm nézőinket, a friss hírekkel a héten utoljára jó estét kívánok! A Gyergyószentmiklósi Kórház élére a sikeres versenyvizsgát követően új orvosigazgatót és gazdasági igazgatót neveztek ki november 7-től. Ennek köszönhetően hosszú idő után megalakulhatott az intézményvezető tanácsa, és ő új főasszisztens is segíti az ápolási tevékenységek összehangolását. Az elmúlt napokban a sikeres versenyvizsgáknak köszönhetően kiegészült a Gyergyószentmiklósi Kórház vezetősége, hosszú idő után ismét van kinevezett orvosigazgatója az intézménynek, és emellett új gazdasági igazgatója és főasszisztense is lett a kórháznak. Én személy szerint nagyon drukkoltam és örventem, hogy végre a meghirdetett állásokra voltak jelentkezők. Az orvosigazgatói állásra volt egy jelentkezőnk Köncei Csaba főorvos személyében, aki november 2-án sikeresen vette a vizsgakadályokat, és november 7-től neveztük ki orvosigazgatónak. A gazdasági igazgatói állásra két jelentkezőnk volt, kettőjük közül Szőcs Adél közgazdász kolléganőnk lett a nyertes, tehát ő volt a vizsga eredményeként a nagyobb pontszámot összegyűjtött versenyző, úgyhogy őt is 7-én neveztük ki. Tudni kell, hogy ezeket az állásokat, amióta én menedzser vagyok, többször is kihoztam, sajnos soha nem volt rá jelentkező, tehát ez több oka van, de elfelejtjük az okokat, végre van két új igazgatónk. Ennek az az előnye, mind a mellett, hogy formailag ugye megalakulhat a vezető tanács, ami egy alapvető feltétele minden kórháznak, hogy működhessen, emellett viszont mind a két igazgató a saját terén, térfelén, különböző feladatokat és különböző döntéseket hozhat. Feladatokból kifolyólag különböző döntéseket hozhat. Tehát ez az, ami nagyon jó. Mindemellett még kineveztünk ugyancsak november 7-ével egy kórházi főasszisztenst. Neki az ápolási tevékenység koordinálása lesz a feladata, illetve az, hogy kidolgozza azokat a folyamatokat, procedúrákat, amivel a bentfekvő betegeket, bentfekvő és hazaengedett betegeket tudjuk segíteni a minél hamarabbi felgyógyulásba. Főasszisztensnek Verestói Erikát nevezték ki, aki 1994 óta dolgozik a kórházban, és az elmúlt években a szülészeti osztály főnővére volt. Az intézménynek 2015-ben volt utoljára versenyvizsga után hivatalba lépett orvos igazgatója, azóta megbízottként töltötték be a tisztséget az ezt vállaló orvosok. Az orvos igazgatónak nagyon szerteágazó feladata van. Ameddig az új igazgató tanács kineveződött, addig Bíró Csaba sebész főorvos úrnak segítségére támaszkodhattam. Ez alatt az idő alatt, tehát amióta én menedzser vagyok egész mostanig, ő vállalta időlegesen kinevezett orvosigazgatói feladatot, illetve utána az orvosigazgatói koordinálási, az orvosok koordinálási feladatát. Úgyhogy neki nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon szertágazó a feladata, hozzátartozik az orvosi tanács működtetése, amely a orvosi tanács az összes osztályvezető főorvosból, illetve koordinátorból áll. Az orvosi tanács lényegében az az egység, vagy az a bizottság, aki medikális szempontból javaslatokat fogalmaz meg a vezető tanács irányába a kórház működésének optimalizálása, illetve zökkenőmentessé tételének az érdekében. Még mindig számos állás van, amit folyamatosan hirdetnek, többek között sürgősségi orvosra, gyerekgyógyászra, nőgyógyászra, fertőző betegségekre szakosodott orvosra, hematológusra, tüdőgyógyászra, pszichiáterre is szükség lenne. Nagyon sok állásunk van még nagyon nagy szükségünk volna orvosokra, asszisztensekre, kisegítő személyzetre. Itt ugye a meghirdetést egy kicsit megnehezítette az, hogy most egy úgymond tiltó rendelkezés van érvényben. Ettől függetlenül mi azokat az állásokat, amiket már kihoztunk az év folyamán, de nem sikerült betölteni, folyamatosan továbbra is hirdetjük.
Az elmúlt időszakban több szakorvossal is bővült a kórház. Bezsán Alexandru általános sebész, Nagy Katalin utolsó éves rezidens gyermekgyógyász, Truca Orsolya diabetológus érkezésével és Varga Péter főorvos alkalmazásával az intenzív terápia osztályra. Az Oktatási Minisztérium intézkedéseket vezet be az iskolai bántalmazás visszaszorítása érdekében. Az utóbbi időszakban a sajtó több olyan erőszakos esetről is beszámolt, amikor a gyermekek diáktársaikat bántalmazták, de az is előfordult, hogy a tanár verte meg vagy szexuálisan zaklatta a tanulókat. Az Oktatási Minisztérium ezért tiltaná, hogy a diákok öngyújtót, bicskát, kést, sörétes fegyvert vagy gásprét tartsanak maguknál, ezért az iskolába érkezéskor átkutatnák a tanulókat, írja az Observator News. A legutóbbi eset Temesváron történt, amely büntető eljárást eredményezett. Egy 16 éves fiú légfegyverrel lőtt rá 15 éves iskolatársára a nagyszünetben. Nem sokkal korábban, november elején a Marosvásárhelyi Római Katolikus Liceum gólyabáján történt késelés. A minisztérium legfrissebb adatai szerint sok a személy elleni támadás, de a lopás és a rongálás is. Az Oktatási Minisztérium kampányt indít az iskolai erőszak ellen. A tárca csütörtöki közleménye szerint az akcióval azt üzenik a verbális, fizikai vagy pszichikai erőszakot elszenvedett diákoknak, hogy a minisztérium mellettük áll és védelmezi a jogaikat. Anyagi források átcsoportosítására van szükség ahhoz, hogy az önkormányzat alárendeltségébe tartozó intézmények működését és az ott dolgozók béralapját fedezni tudják az év végéig. Ugyanakkor a Gyergyószentmiklósi hővíz és csatorna szolgáltató még mindig várja az anyagi támogatást az adósságai fedezésére. Derül ki a pénteken délelőtre összehívott rendkívüli tanácsülésen. Pénteken délelőtt 10 órától tanácskozott Gyergyószentmiklós önkormányzati képviselőtestülete. A költségvetés kiegészítése kapcsán előterjesztett napirendi pontban Csergő Tibor polgármester elmondta, idén a város Románia kormányától jóval kevesebb összeget kapott a visszaosztásból, az előző évek milliós tételei helyett most csupán 250 ezer lejt. A kiegészítéseket a múlt héten kapta meg a város. Ezeket kellett most belefoglalni a költségvetésbe. Több alintézmény részéről érkeztek költségvetés kiigazításra kérések a városi bölcsődétől, az iskoláktól, a városi sportklubtól, a Tarisznyás Márton Múzeumtól, a Figura Stúdió Színháztól, valamint a Gyergyószentmiklósi hővíz és csatorna szolgáltató közmű részéről is. A polgármester elmondta, reméli, hogy az év végéig még kapnak kiegészítést a kormánytól. Ebből az összegből az alintézmények működési költségeit és a béralapokat tudják fedezni az év végéig. A testület döntött arról is, hogy a jégpálya korszerűsítése, bővítése és fejlesztése érdekében a Stadion utcában lévő területeket átteszik a municípium köztulajdonából a magántulajdonba, hogy majd a Nemzeti Fejlesztési Társaságnak tudják továbbadni, aki a beruházást végzi. A beruházás elindításához kormányhatározatra lesz szükség. A beruházás értéke 120 millió lej. Ebből a város önrésze 1,3 millió lejt tesz ki, hangzott el a tanácsülésen. Megbeszélésre kerültek a Gyergyószentmiklósi hővíz és csatorna szolgáltató közmű átiratai is. Jelen volt Zója László igazgató, aki részletezte a közmű problémáit. Sajnos mai napig olyan helyzetben vagyunk, hogy nincsen arra, hát nem mondjam, hogy kilátás, mert kilátás van, de pénz még nincs, amivel azokat a tartozásokat öleszteni tudjuk, amelyek most már annyira durvaladottak a kifizetés tekintetében, hogy akármelyik percben a szolgáltatók ugye törvényre adhatnak és pénzügyi gondolatot okozhatnak nem csak a cégnek, hanem a városnak is, tekintettel arra, hogy ugye a Szepeleta mindegy alintézménye, alárendelt intézménye működik, a város alárendelt intézményeként működik. Itt a 2022 április előtti tartozásokról van szó elsősorban, ugye, amelyek olyan nagy összeget képviselnek, hogy ezt a szervezet semmiképp nem tudja kigazdálkodni, a városnak is nagyon nagy problémát jelent. Én azt mondanám, hogy ő sem tudja most ebből a költségvetésből kigazdálkodni, nincs erre jó.
tárgyalásokat folytatunk politikai szinten, mint a szolgáltatók fele, hogy ezeket politikai szinten hogy próbáljanak segíteni valamilyen összegekkel, hogy a szolgáltatók fele törleszteni tudjunk, és ne kerüljük pénzügyi blokkádra. Sajnos erre még konkrét ígéretet sem adunk. Az elektrikás tartozásunk szintén ennek a 2022. április előtti tartozásoknak a szüleménye. Az elektrika annak idején nem volt hajlandó újraütemezésekről tárgyalni. Törvényre adott, megnyerte a pert, úgyhogy itt sok változtatni való nincs. Mi természetesen megfelelkeztünk különböző formai okokra hivatkozva, de ezzel egy hónapot ha nyertünk, és azután valószínű ő is a végrehajtás fele fog fordulni, hogy akkor mit fogunk csinálni, azt én nem tudom megmondani. Ezekre az adósságokra jönnek rá a mostani tartozások is, amelyeket még a cég nem tudott kifizetni a fa őrleményt beszállítók fele. Amennyiben azok a szolgáltatók, akikkel a gyergyói közmű perben áll, megkezdik az adósságok behajtását, a számlák zárulása miatt veszélybe kerülhet a fűtésszolgáltatás is. Ez egy olyan probléma, amit helyi szinten nem lehet megoldani, és Csergő Tibor polgármester elmondta, a kormány részéről sem kaptak reménykeltő válaszokat. A tartozásnak a gerince az a gázszolgáltatásból származik, ami a tavaly télen hangzódott fel. És hozzá legyen az elektromos államon. De kormány, amennyire tudta, ebben az energiapiaci károsban, ugye szubvencionálta a gázárat, és ezek a szubvenciókat mi már kihasználtuk. A kormány még egyszer nem fogja sem adósságként, sem más szubvencióként bevállalni, mert szó szerint dupla finanszírozás. Ez volt egyértelműen a tudomásunk alatt. Ugyanúgy szeretném a tanács tudomására hozni, hogy ha ugyanígy mi a városi költségvetés, hogy szubvencionáljuk, pont olyan dupla finanszírozási helyzetet fogunk teremteni. Az, ami nagyon fontos, hogy minél hamarabb, amennyire lehetséges, áremelés legyen, mert most is veszteségben termeli a hőenergiát a fűtésszolgáltató, tehát minél hamarabb kellene megoldani az áremelést, hogy amennyire lehet, fenntartható legyen a fűtés. Az, amiben esetleg még a kormány reméljük, hogy segíteni tud, hogy mivel már nem gázzal fűtünk, hanem fajfűtékkal, abba esetleg segítséget tud adni, hogy tényleg a fűtési szezonra valamilyen szintű támogatásban részesít, hogy faörleményt tudjunk beszerezni. Ha ez így sikerül, akkor gyakorlatilag a faörlemény és a helyi cégeknek a türelmét tudjuk ilyen szempontból viszonozni, és akkor fel tudjuk tartani. És valamilyen szinten akkor tudjuk ezeket a tartozásokat is lassan lefaragni, és nincs más lehetőség, mint hogy ezt az óriási téli tartozást be kell építeni az új árba is, ez lényeges, és ugyanakkor pedig mindig sokkal flexibilisebben kell majd a fűtésszolgáltató részéről az ármódosítások, az árkiigazítások terén újabb és újabb lépéseket tenni. Egy fűtésszezon keretén belül, ha kell és szükséges, többször is lehet árkiegészítést, ármódosítást javasolni a végállapotban. De ahhoz, hogy fenntartható legyen ez a közszolgáltatás, elképzelhetetlen, hogy nem hogy ingyen, de hogy ilyen alacsony áron lehessen valamilyen szempontból fenntartani, és a lakosságot ellátni a távfelenergiával. Bajkó László önkormányzati képviselő a polgármestert tartja felelősnek a kialakult helyzetért. Ezt ma úgy adja elé, ezt az egész nagy helyzetet, mint ennek semmi köze nem volt. Ő a legnagyobb hibás abban, hogy a fűtőmű elsősorban itt van.
mert beletaszította a fűtőműt abba, hogy ne dolgozzon az áremelés folyamatán. Amikor beküldték egy egyőszemikusi városi tanács elejébe a három áremeliációt, amiben az egyik akár 700 lej volt és úgy tovább, amikor kellett volna választani és el kellett volna indítani gyakorlatilag egy értelmes kommunikációt és egy néhány lépést arra, hogy felvegyük a csungot annak érdekében, hogy ez a fűtőmű ne omoljon meg esetleg, akkor ugyanúgy ön nem foglalkozott vele és ön zsákolt ezt az egészet. És nekem nem kellett lennem Bukarestben már önnek a tegnap, hogy rájöjjek arra, hogy ez a fűtőmű komoly probléma van, és hogy nincs megoldás, és hogy csak a város gyakorlatilag az, aki meg kell találja a megoldást, mert se a kormány nem fogadni, abban az esetben, hogyha már szubvencionált. És azt is tudni kell, hogy sajnos a régi döntések, vagy bármilyen rossz döntések véget egy magyar vagy egy magáncégnek a kormány később se fog adni, hogy kifizessük az adósságainkat. És borzasztó problémák vannak. A Gyergyószentmiklósi hővíz és csatorna szolgáltató közmű anyagi problémáira tehát még nincs megoldás, de a polgármester előre vetítette, hogy a 2023-as év sem ígérkezik könnyűnek költségvetés szempontjából, ugyanis november 3-án lezárult a Gyergyószentmiklós város és az Isztár közötti egyik per, ami további jelentős összegek kifizetésére kényszerítheti a várost. November 27-éig kellene nyilvántartásba vetetniük magukat a helyi önkormányzatoknál a szennyvízhálózatra rá nem csatlakozott háztartásoknak. A kormányrendelet értelmében a helyi önkormányzatoknak legkésőbb október végéig fel kellett állítaniuk a regisztrert, amelybe bevezetik az emésztőgödrökkel vagy egyéni ülepítővel rendelkező háztartásokat. A kormány azért rendelte el az emésztőgödrök összeírását, mert szeretné elkerülni, hogy az EU kötelezettség szegési eljárást indítson Románia ellen. A tagállamoknak 2018-ig fel kellett volna számolniuk az emésztőgödröket és minden háztartást rácsatlakoztatni a szennyvízhálózatra. Az emberek 5-10 000 lejes bírságot kaphatnak, ha nem tesznek eleget a nyilvántartásba vételi kötelezettségnek. Ismét lesz Szent Miklós napok, melyet idén december 3 és 6-a között rendeznek meg Gyergyószentmiklóson. A program már körvonalazódik, a szervezők elöljáróban a legfontosabb mozzanatokra tértek ki. A gyermekeken lesz ezúttal is a hangsúly, emellett megszervezik a 12. Kárpát-medencei disznótoros főzőversenyt, lesz dísztanácsülés és templombúcsú is. December 3 és 6-a között többségében beltéri rendezvények keretében tartják meg Gyergyószentmiklóson a városnapokat. Két év szünet után igyekeznek a leglátogatottabb, legkedveltebb programpontokat megszervezni. A rendezvényeknek az öme azok beltérbe fognak zajlani, tehát kisebb, családiasabb hangulatban lesznek. Egy nagy problémánk az, hogy a kultúrház, tehát a művelési ház az be van zárva, tehát nagy-nagy rendezvényeket ilyen szempontból nem tudunk tartani, ezért van szétosztva kisebb rendezvényekben, kisebb helységekben a kulturális és a szórakoztató programok. Ugyanígy fontos az is, hogy akkor a tesivárosainkat fogjuk fogadni, hiszen az utóbbi két évben nagyon nehezen tudtuk tartani a kapcsolatot a járvány miatt, és most gyakorlatilag valamennyi tesiváros delegációját fogjuk fogadni, és majd hétfőn, tehát december 5-én fogjuk majd tartani a dísztanácsülést, amely ugye az utóbbi két évben elmaradt, és ugyanígy ennek keretén belül szeretnénk díszpolgári és próbér díjakat és kitüntetéseket kiosztani, és ugyanígy szeretném felhívni Gyergyószentmiklós lakosságának a figyelmét, hogyha arra érdemes személyt látnak, akkor megkérjük szépen, hogy ugye a megfelelő szabályzat szerint, hogy tegyék le a jelöléseket, a jelentkezéseket, hogy akkor ki érdemesített arra, hogy majd az önkormányzat testület döntésével tudjuk a dísztanácsülés keretén belül kitüntetni, méltatni. A dísztanácsülés keretében két új testvérvárossal, a magyarországi Dombóvárral és az örményországi Alaverdivel is aláírják a szerződést. A városnapok egyik leglátogatottabb rendezvénye a Kárpát-medencei disznótoros főzőverseny, amit már 12. alkalommal szerveznek meg. Ugyanúgy, mint az előző években is három kategóriába hirdettük meg a versenyt, a húsos ételek, káposztás ételek és a disznótoros levesek kategóriában fognak megmérkőzni a résztvevők. Úgy látjuk, hogy egyre több csapat jelentkezik, tehát örömmel vették a hírt, hogy megrendezésre kerül ez a fesztivál. A zsűrivel kapcsolatosan
szeretnék egy pár információt eljuttatni a kedves résztvevőkhöz. Ugyanúgy, mint az előző években is, a szabadtűzi lovagrend biztosítja az étkek értékeléséhez a szakembereket. Itt Ferenc István lesz a Magyar Grillszövetség elnökének a vezetője, lesz a zsűri elnök, Németi Józsi Kalocsáról, ő egy séf, ő fogja értékelni a különböző különlegességeket. Csetneki László barátunk, ő bogácsfürdőről fog érkezni, ő egy éttermi mester, tehát ő mind vendéglátós szemmel fogja követni az eseményt, meg értékelni. Süteménymusra és forralbor készítő verseny is lesz. A süteménymusrát Kovács Attila Budapestről egy cukrász séfmester fogja értékelni, és a forralborokat Dacó Zoltán, a Rékási Pincészetnek a képviselője. A főzőversenyre benevezni november 30-áig lehet. A főzőverseny december 3-án, szombaton a Kossuth Lajos utcában lesz, amelynek felső felét a rendezvény idejére lezárják. Egy újdonságot is bevezetnek, az úgynevezett kóstolójegyet. Csapatoknak biztosítjuk a részvételt egy külön karszallaggal, tehát maximum 10 fő lehet egy csapatban, aki díjmentesen részt vehet a rendezvényen, ez természetes is, és aki kóstolni szeretne, meg szeretné látogatni a rendezvényünket, az egy 10 lejes kóstolójegy ellenében részt vehet ezen a rendezvényen, tehát egy disznótoros étket tud megkóstolni, és többfajta ízvilágban. Újdonság, ami még ide bejön a Benedek Kúsüzem részéről, tehát több ezer adag kóstolójegy ellenértékét biztosítja, tehát száraz áru termék formában és készétel formában is, és nagyon nagy meglepetésünkre a Gyula Hús Kft. Is 200 adag kóstolójegynek a kóstoltatását ígérte meg nekünk, úgyhogy ők is jönnek a magyar ízvilággal, mint különlegesség, úgyhogy azt is érdemes megkóstolni. A Szent Miklós napok keretében ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekekre, akiknek számos programot szerveznek. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egy bensőséges, családias, hangvételű, ünnepi hangulatú programot tudjunk összeállítani. Éppen emiatt a Mikulás Szent Miklósi lelkülethez híven előtérben tartjuk a gyermekeket, a kicsiket, és emiatt lesz a városi Mikulásjárás idén is megszervezve, emellett több gyerekprogrammal, bábszínházzal, gyermekkoncerttel, különféle foglalkozásokkal, Mikulás vonattal készülünk számukra. Ezek közül ki szeretném emelni a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT által biztosított pályázati forrás révén létrejövő koncertünket, ami a Buborék Együttes Magyarországi Gyerekzenekar interaktív koncertje lesz a főtéren, és gyakorlatilag ezzel fog zárulni a rendezvényünk, és emellett számos egyéb beltéri koncerttel, felnőtt korosztály számára szóló könyvbemutatóval, kiállítás megnyitóval és különféle zenei programokkal készülünk. Pandémia alatt kiderült, hogy mennyire szeretetteljesen fogadták a családok, tehát a kisgyerekes családok azt, hogy a Gyergyószent Miklós Mikulással valamennyi ilyen családot, ahol kisgyermekek vannak, felkeresték, tehát ugyanúgy az óvodás, kisiskolás korú gyerekekhez elküldjük a város Mikulását egy kis figyelmességgel, egy kis ajándékkal, és ugyanúgy persze a rendezvények azért még lesznek itt ott a városban, tehát gyakorlatilag programokban, amelyeket a következő időszakban fogunk részletesen majd bemutatni. December 6-án lesz a Szent Miklós templom búcsúja, amin idén a testvértelepülések egyházainak képviselői is részt vesznek. A Szent Miklós napok teljes programkínálata is elérhető lesz hamarosan. Addig is várják a szervezők a jelöléseket a díszpolgári címre és a Pro Urbe díjra, valamint a csapatok nevezését a 12. Kárpát-medencei disznótoros főzőversenyre. Új ivóvízhálózat kiépítési munkálatok miatt november 14-től kezdődően a kivitelezők a következő utcákban fognak dolgozni. Temető utca, Fejér Dávid utca, Margaréta, Akác utcák és a Kapu utca. A munkálatok elvégzése idejéig kérik a lakók megértését és türelmét. November 7 és 11-e között zajlott a Legyél te is hős elnevezésű véradó és karitatív kampány, ahol a véradás mellett az ezért járó összeg felajánlásával a Caritas melegebét projektjét támogathatják a segítők. 288, ez azon betegek száma, akiken segítettek a tavalyi Legyél hős akcióval, 440 pedig azon melegebédek száma, amely környékbeli idős emberek számára jelent biztos étkezést a hétköznapjaikban.
Negyedik alkalommal került megrendezésre a Legyél te is hős elnevezésű véradó és karitatív rendezvény. Az egyhetes akcióval olyan fontos problémára hívja fel a figyelmet Csík területi ifjúsági tanácsa, mint a véradás, hiszen a vérközpont sok esetben hiánnyal küzd, vallja Csík területi ifjúsági tanácsának vezetője, Bogos Ákos. Eddig hál' Istennek elég jól működik a kezdeményezésünk, több mint 102 ember vett eddig részt a Legyél te is hős véradó kampányunkban. A mai nap folyamán a városi önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat munkatársai a célközönségünk, és ők vannak most itt jelen. A pénteki nap zárásképpen pedig Csík területi ifjúsági tanácsának a tagszervezeteit szólítottuk meg, tehát a környékbeli településen működő ifjúsági szervezetek fiataljai vesznek majd részt, és remélem, hogy a tavalyi számot azt meg tudjuk duplázni, mert már meghaladtuk ugyebár. Az előző sikereken felbuzdulva idén új célkitűzésekkel vágtak neki az adománygyűjtésnek, azaz, hogy a véradókkal körültve legalább 500 páciensen segíthessenek, és az adományaikkal a tavainál is több szépkorú asztalára kerülhessen meleg ebéd. Én először adok vért életembe, hogy érzem magam, hát nem tudom, izgatott vagyok, mert egyébként félek az ilyen dolgoktól, de valahogy ez így szembe jött velem, és úgy gondoltam, hogy le kell győzem a félelmet, és igenis, hogyha megfelelek annak, hogy vért adjak, akkor ezt megtegyem, hogy ezzel segíthessek másokon. A véradás nagyon egészséges a véradó szervezete számára is, ugyanakkor átlagban 2-3 betegen tud segíteni egy egyszeri alkalom. Vért adni azok adhatnak, akik betöltötték a 18 évet, de nem töltötték be az 50 évet, tehát első véradás alkalmával, 50 évtől 55-ig a vizsgáló orvosnak az engedélyével adhat, hogyha ő úgy látja, megvizsgálja, hogy adhat. Tehát egészséges, teljesen egészségesnek kell lenni, semmiféle krónikus betegség ne legyen. Hogyha herpesze van, akkor nem adhat. Ha fogászati kezelésen volt valami beavatkozás, ami ugye vérzéssel jár, akkor 3 hónapig szünet. Sebészeti beavatkozás után 6 hónap. A nőknél nem szabad menstruáljanak. Hogyha kicsi gyerek van 1 év alatt, akkor, vagy ha még szoptat is, akkor szoptatás alatt egyáltalán nem adhat. A súly az, mi szeretjük, hogyha 60 kilójuk megvan, de úgy 58 kilóval már levesszük, mert 4,5 decit veszünk. Teljesen egészségesnek, semmiféle gyógyszert nem szabad használni, a C-vitamin vagy vérnyomás csökkent esetleg az elmegy, hogyha magas a vérnyomás, úgyis az orvos 180 fölött az kizárja. A vérkép az meg kell legyen, hemoglobin nézünk, a nőknél 12,5 fölött kell legyen, a férfiaknál 13,5 fölött, úgy nagyjából a cukrot is ugye megnézzük általában, ott is, hogyha magasabb, akkor kiszűrődik, 150 fölött. Nagyjából ennyi. Legyél te is hős. Csupán 15 perc alatt mentsd meg 3 embertársad életét. Hívják fel a figyelmet a kampány szervezői. Jelentős arányban a magyar lakta régiókban a népesség fogyás lassulása alacsonyabb mértékű volt, mint az erdélyi átlag. Derül ki abból a statisztikai kimutatásból, ami a 2022. január-augusztus közötti értékeket veszi alapul, a születések számát illetően a térségben. A megyei statisztikai hivatalok 2022. január-augusztusi összesített előzetes adatai szerint 39.465 gyerek jött a világra Erdélyben, ami 1,4%-os csökkenést jelent az előző év hasonló adatához viszonyítva. Kevesebb volt a halálozások száma is, 60.255 személy hunyt el a vizsgált időszakban, ez 7,8%-os csökkenés a tavalyhoz mérten. Ennek következtében lassult valamelyest a születések és halálozások különbségéből adódó népességfogyás, írja legújabb elemzésében az erdélyi statisztikai portál, az Erdélystat. A jelentős arányban magyar lakta régiókban a népességfogyás lassulása alacsonyabb mértékű volt, mint az erdélyi átlag. Az év első 8 hónapjában 27.142 házasságot kötöttek Erdélyben, ami 0,4%-kal múlta felül az egy évvel korábbi 2021. január-augusztusi házasságkötési számot. Székelyföldön az erdélyi átlaghoz képest nagyobb mértékben csökkent a születésszám az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva. 3071 gyerek jött a világra, ami 2,6%-kal maradt el az előző év azonos időszakának születésszámától.
Ugyanebben az időszakban Székelyföldön 4543-an hunytak el. Ez az érték csak mindegy 2,9%-os javulást jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A természetes fogyás 2022. augusztusáig mintegy 1472 főre becsülhető, ami csak kicsit alacsonyabb, mint a 2021 ugyanezen időszakára számolt 1523 fő. Székelyföldön az erdélyi átlaghoz képest nagyobb mértékben nőtt a házasodási kedv. A vizsgált időszakban 1895 pár kötött házasságot, ami 2,5%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Híreink végén megköszönöm a nézők figyelmét, szép hétvégét, viszontlátásra!